Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy itt vagytok. Ez remélhetőleg az utolsó olyan online beszéd, amely még ilyen szigorú intézkedések közepette történik, de ez most nem történhet másképp. És érdekes módon ma lenne itt nálunk Buddha születésnapja. És ez a templomban egy olyan nyugodt délutánt látott ez a születésnap, hogy ilyen még nem is volt, a lovak legelésztek és iszogattak, a macskák mendegéltek, Istvánnak Gombóc nevű kutyája békésen aludt, és itt most nem voltak éppen 120-150-en. De Budha születésnapja ekkor is megtörténik. Egyszerűen azért, mert a saját budha természetünk, az mindennapos dolgunk képzelje el egy olyan gyermeket, akit belül nevelsz. Tehát a kicsi buthát mindig belül neveljük, minden nap táplálékot adunk neki az érzékszerveken, az elmén, az érzelmeken keresztül. Az igazi kérdés mindig az, hogy ma mivel tápláltad ezt a kis buthát? Mit adtál neki? Adtál neki szép látványt, egy kis ebédet, vagy nagyon sok szélsőséges gondolatot, érzelmet, Kivetítést, vagy esetleg tisztánlátást, bölcsességet, együttérzést. És az egyenlet nagyon egyszerű, mert amit a világgal csinálsz, azt csinálod magaddal is. Amit a világnak adsz, azt adod a kis buthának is. És nagyon fontos azt látni, hogy ez soha nem áll le mindaddig amíg élünk, ebben a testben vagyunk, és emberként működünk. A buddha dolga a megvilágosodás és az emberek segítése ezen tiszta tudaton keresztül. Ma nézd meg, hogy mit tettél reggeltől idáig. A magadnak adott engedmények nélkül, és a magadban keltett bűntudat nélkül nézd meg, hogy pontosan az ok és okozat mezején mi történt. Nem kell nagyon belemenni a részletekbe. Érdemes megnézni azt, hogy a beszéd, a gondolkodás, az érzelmek és a tettek síkján pontosan mi történt. Milyen irányba fordult a nap? Boldogabbak vagyunk, együttérzőbbek vagyunk. Bölcsebbek lettünk, segítettünk. Vannak olyan iskolák, ahol a mérleget minden nap felállítja az ember, tudatosan. Minden nap megnézi és mérlegen méri, hogy a karmája milyen nehéz. Nem az elme mérlegén kell ezt mérni, mert pontosan az elme teremti azokat a dualitásokat, amelyektől nem látunk tisztán hanem egy kicsikét távolabbról, de nagyon tisztán szemlélve, az ok és okozat mezejét érdemes látni, hogy azon mi milyen irányba fordultunk. Milyen irányba fordítottuk a környezetünket, a szeretteinket, az ellenfeleinket, hogy az irányunk pontosan milyen. És ez az irány, ez nagyon jól látható. Részletes, karmikus könyvelés nélkül is látható. Ezért, amikor meditációról kérdeznek, akkor azt mondom, hogy az legelső, sőt a nulladik meditációs technika az az, hogy mersz látni, mersz őszintének lenni önmagaddal, és látod így az ok- és okozat működését, ezáltal azt az irányt, amelybe fordítod magadat és másokat. Nagyon sokféle módon megélheted ezt az életet. Megélheted úgy, hogy körbe-körbe forogsz miután kialakult a párkapcsolat, esetleg házasság, gyermekek születtek, nagyon komoly munkád lett, lakóhelyed, stb. is utazgatsz, de nem sokat költözöl. Megvannak a feltételeid, megvannak a kényszerítő és ösztönző elemek az életedben, a szeretet és a kevésbé szeretett személyek, és észre se vesszük, hogy milyen beszorítottan élünk. Csak küzdünk. Évről évre, körbe-körbe, visszük azt a terhet, amit vágyból és reményből magunkra vettünk, és utána pedig elkezdünk félni tőle. Félni attól, hogy nem fejezzük be, amit elkezdtünk, hogy esetleg nem szeret vissza úgy a világ, ahogy mi szeretnénk, nem kapjuk meg azt, amit akarunk, és a vágy az így tud átváltozni félelemmé. Az igazi kérdés, hogy a felébredés napján, amely a józen gyakorlónak minden nap és minden reggel, mennyire tudjuk ezt a spirált, ezt a körbe-körbe forgást egy picikét egy újabb tengely mentén a meghaladás irányába eltolni. Ekkor a körkörös mozgásból egyfajta spirális mozgás lesz. Azt már nagyon hamar belátjuk, hogy a puszta linearitás nem nagyon illik mint világnézet, vagy önkép. Nem a semmiből jövünk, és valahová megyünk, amiről nem tudunk. Nem egy nagyon távoli múltban, egy ilyen szép vonal mentén teremtettünk, és utána pedig valamikor a számegyenes végén, egyszer csak ez az egész leáll. Itt az egyenes, a linearitás egy nagyon nagy körnek a része. Csak egy kis részt veszel ki a körvonalból, az akár egyenesnek is tűnhet. De nem az. Körpályán járunk, és hogyha megnézed az univerzumról, vagy akár a tejútrendszerről, vagy a naprendszerről alkotott képeket, elképzeléseket az elmúlt pár száz évben, pontosan ez a változás az, ami nagyon jelentős, hogy beláttuk a hatalmas körpályát. És ez akkor is így van, hogyha most úgy tűnik, hogy az univerzum a végtelenbe tágul, és hát el fog tűnni a többsége a horizontról. Lehet, hogy amikor többet látunk, többet tudunk, és többet figyeltünk meg, akkor kiderül, hogy ez is egy hatalmas körpályának a része. Amikor személyes életünket éljük, akkor nagyon fontos ez az úgynevezett T tengely. Nem X, nem Y, nem Z. Ez a T, mint transzcendens tengely fölállítása, ez pedig az, hogy minden nap rálátsz arra az irányra, amit fölvettél. Minden nap rálátsz az ok és okozat kapcsolatára. És hogy ezt mondom, önáltatás és lelkiismeret furdalás vagy önmarcangolás nélkül. Tisztán. És ekkor tudsz helyesen dönteni, hogy milyen értelmet, milyen irányt adsz ennek az egyébként tényleg csak önmagában forgó körnek, amely legyen egy nap, egy hét, egy hónap, év, sok év, fél élet, egész élet, több élet. Milyen irányba megy ez az egész? Tudatilag közben mit érsz el? Nagyon sokan a puszta érzékszervi hatások sebességével haladunk. Tehát akkor kezdünk el fölébredni, amikor a fal adja a másikat. Csak a válsághelyzetekben vagyunk hajlandóak változni. Hogyha a létezés alaptörvényeit kezded magadévá tenni, akkor nem vársz a válságra. Nem vársz egy járványra, hogy téged kívülről korlátozzanak, és mondják azt, hogy maradj otthon, és otthon nem tudsz mit csinálni, és akkor kicsit befelé fordulsz, mert már unod a tévéadást, meg az internetet, meg főleg azt az embert, aki a másik szobában van. Ne várj a válságra. Az eredeti vírus az három nagy komponensből áll, és megesz mindenkit. Mulandóság, feltételhez kötöttség és tökéletlenség vagy minőségtelenség. Tehát ez a vírus, ami mindenkit megfertőzött, amikor megszülettünk, ez kikerülhetetlen. És itt az egyetlen egy út az, hogy a látás által és így a belátás által valami egyéb értelmet adsz az életnek, mint a puszta érzékszervekhez kötött lét. Mert egy idő után tényleg nem lesz teteje az egésznek. Nem tudod megmagyarázni, gyerekek kirepültek, te vagy 55 és 60 között, és akkor kellene egy kicsikét rá, hogy a következő 20-30 évben mi lesz. Ne jussunk el odáig, hogy kilátástalannak vagy értelmetlennek látjuk ezt az egész körforgást, és minél hamarabb érjük el a t ezt a vertikumát, amelyet nagyon sok buddhizmuson kívüli kultúra is megjelölt. Ez az úgynevezett világtengely. Vagy az életfa. Olyasféle szimbológiák, ráérzések, amelyek azt mondom, transzcendens irányban tolják meg az ember életét, hogy valami egyéb minőséget tapasztalj, mint a puszta érzékszerviség, vagy az elmének a működése. Tehát ezek az idők, amikor itt ülünk bent, a négy fal között, és a természetbe való kiárást korlátozzák a parkolóhelyek lezárásai, akkor meglátod, hogy egy olyan parkolóhely kell, amit úgy hívunk, hogy nem mozduló tudat. Álljon be oda az élet járművel, és ha ott az nem mozdul, tényleg találkozik igaz természetünkkel, tényleg az igazi onvalót tudjuk tapasztalni. Úgyhogy Buddha születésnapja van, a lovak itt a parkban, a mezőn nem tudnak semmiféle válságról, ugyanúgy legelnek, isznak, és a fiatal csikok hemperegnek a füvön. Boldogan. Van-e kérdésetek? Bármilyen. Csilla. Azt mondja nekem, zárójel, férjem, zárójel bezárva. Így akartad írni, hogy a férjed zárójelben van? Jó. Tehát egy, fáj a fejem, túl sokat gondolkodsz. Meditálj. Második, szomorú vagyok, minden a fejedben van. Meditálj. Ezt a férjed mondja neked, nagyon nagy szerencséd van, mondhatna mást is, de jót mond. Határozottan jót mond. Érzem, van igazság ebben, de nem teljes, és azért nem tudom elfogadni. Mi hiányzik ebből? Köszönöm. Kedves csillebből az hiányzik, hogy te meghívd meditálni a férjedet. Tehát azt mondod, hogy szívem, nagyon-nagyon jót mondtál, mert a meditáció mindenkinek hasznos, így neked is. És kézen fogod, és leültek a párnára, és meditáltok egy jót. Patrik. Amint vége a vírusnak, szeretnék személyesen is elmenni a pülisbe. Egy kezdő gyakorlónak, aki még nem is tud igazán meditálni, mit javasolsz? A sima hétvégi elvonulás kezdetnek jó lenne? Igen. Egy kezdő gyakorlónak jó a hétvégi elvonulás, és ugyan mindenki a kezdők szellemét használja, mert ez a helyes hozzáállás, azzal, hogy hallgatod a darma beszédeket, és magadévá teszed a tanítást, ezzel már előbbre jutsz. Igaz, hogy a közös gyakorlat nem helyettesíthető semmivel, de én azt látom a megszólalásodból, hogy bőven belefér a hétvégi elvonulás. Úgyhogy amikor a kapuk megnyílnak, akkor nem csak téged látlak szeretettel, hanem azt a 131 embert, aki most a képernyőn itt van. József. A tudat minősége mennyiben befolyásolja a meditáció minőségét? Mivel a meditáció javít a tudat minőségén, ezért szinte mindegy, milyen tudattal kezded el, csak az a fontos, hogy folytasd és fejezd is be. Tehát a tudat minőségén javít a meditáció, mert kb. olyan, mint amikor a tükröt egy picit lesikálod, hogy a rárakódásoktól mentesebb legyen, tisztább legyen, erősebb legyen. De hát azért a végén az csak tisztább, mint az elején. Úgyhogy ne lepődjünk meg azon, hogy nagyon-nagyon sokféle meditációs élmény van, és nem az számít, ami jön és megy a meditáció alatt, hanem az, ami letisztul. Tehát az emberek néha elképesztően el tudnak szállni hogy júj mit láttam, júj mit hallottam, úristen, mire emlékeztem, meg húha a gondolatok, meg az érzelmek, és akkor meglátjuk, hogy a tudat folyamban mennyi cápa, ponty, keszeg, bálna és egyéb ilyen víziszörny van, és mégis nem ez a fontos. Az a fontos, ami letisztul ezáltal, az a látás, amely nem függ attól, amit lát. Eredetileg a tükör nem függ a tárgyától. Ezt kell elérni, mert különben állandóan ragaszkodni fogunk a karmánkhoz, állandóan azonosítani fogjuk magunkat a teremtésünkkel, és ez hiba. Ez az emberi tudat lefokozása, amikor azonosulsz azzal, amit már megcsináltál, és pusztán teremtettként tudod látni magadat, mindaddig, amíg ez az azonosulás meg nem szűnik mindaddig, amíg a tükörről le nem vakarod a rárakódott foltokat, és ki nem csiszolod a bevéséseket. Úgyhogy ez a tudat, ez nagyon fontos, de a minősége az sosem állandó. Ez a folyamatos gyakorlaton múlik, hogy mennyire tiszta a tudatunk pillanatról pillanatra. Tamás és Szilvia. Mi a véleményed a gonoszról, már létezéséről? Azt látjuk a világban, hogy tele van ártással, fájdalommal, szenvedéssel és gonossággal. Mit kell tennem és éreznem, ha nap mint nap találkozom a gonosz létezésével? Az állatkínzó, a gyilkos, az erőszakos ember is ugyanolyan megtévet lélek? Kedves Tamás és Szilvia, van egy jó hírem, meg egy rossz. A jó hír az, hogy a gonosz az nem egypólusú, és nem önmagában létezik a lelkek megtalálhatják a helyes utat, és el is tévedhetnek. Tehát önmagában a gonosz sem létezik, ez a jó hír, a rossz hír, hogy a jó sem létezik önmagában. A hindu panteonban, és így egy mahajána panteonban is, a márát, mint a gonosz létezését így megszemélyesítették, és projektálták, pontosan azért, mert másképp nem lehetett volna megfogni, beszélni róla. És ugyanúgy az együttérzést is avalókit és varabót hiszatvaként szépen személyesítették, ahogy a bölcsességet manzsúsriként, a fogadalomértékű beszédet dzsidzsangbószálként vagy sitigarbaként, a tetterőt szamantabadraként és a többi. Ha már mint tőlünk elkülönült gonosz létezne, akkor egyszerűen elfogadó parancsot kéne kiadni, elfogtam, bezártam, és ekkor a gonoszság megszűnik a földkerekséggel működni, mert börtönben van. Hát a mitológiák tudnak ilyet, ugye? Amikor kihajítatik a bukott angyal a mennyekből, vagy éppen a görög mitológiában ugye Prométeusz leláncoltatik, és a sas tépi a máját, mely minden reggelre újra nő. Tessék megnézni, azért a görögök nagyon tudtak valamit a pszichoszomatikus betegségekről, mint elnyomott harag, hogy az hol jön ki, stb. Egyetlen egy duális minőség sem létezik a tudatunktól függetlenül. Lássuk be, hogy ha jó és gonosz van a világban, azt mi teremtjük, és nem valahonnan begyalogol egy olyasféle szentséges világból, ahol már ez el van készítve tőlünk függetlenül, és mi csak elszenvedjük. Rajtunk múlik, hogy mennyi gonosz van a világban, és rajtunk múlik, hogy mennyi áldás van a világban. Tessék, megnézni a bevezetőben elhangzottakat, hogy a lelkednek az iránytűjét milyen irányba fordítod. Ettől függ. Klára, miért csak válsághelyzetben tudunk változni? Nagyon jó a kérdés, Klára, egyszerűen azért, mert másra nem hallgatunk. Hogyha békeidőben belátnánk a dolgok, teljes valósághű működését, akkor nem kéne felébrednünk azokból az illúziókból, amelyeket táplálunk. Amelyek egyébként azért illúziók, mert működésképtelenek. Tehát, hogyha nyugodt, mindennapi körülmények között nem rongyolnánk el a vágyaink után, és nem akarnánk a dühünket kielni, és befelé tudnánk fordítani az energiánkat, akkor nem kellene válsághelyzet ahhoz, hogy belássuk a létezés törvényeit, a valós helyzetünket, a megfelelő viszonyt a többi emberrel. Nem. De ehhez mivel van karmánk, vannak szokásaink, vannak hamis azonosulásaink, a téves nézetek alapján beálló, kabzsiság és harag, ezért válsághelyzet kell. Személyes válság, családi válság, Soportos válság. Mindegyikre sajnos azért van szükség, mert egyébként nem látnánk be. Néha még úgy sem. Tehát nem az a kérdés, hogy kell-e szenvedés, mert az ebben az életben kódolva van, hogy mindenki tapasztal valamennyit. Az a kérdés, hogy mennyi kell. Mennyi szenvedés kell, hogy belásd, és Zoli. Ha van egy párkapcsolat, több inkarnáción át megkeresik egymást, illetve a mostani életben is. Mi az oka, hogy ez ennyire erős kapcsolat, és mitől olyan nehéz? Kedves Zoli és Szilvi, pont azért olyan erős a kapcsolat, mert állandóan megkeresik egymást. És a felhalmozott karma miatt lehet nagyon nehéz, vagy nagyon jó. Hogyha felhalmozott karmáról van szó, akkor az sosem marad semleges, főleg egy pár kapcsolatban, ahol szépen oszcillál, változik, pulzál, és nem marad soha semleges, vagy ugyanolyan. Tehát ezért kell az 50. évfordulóra is virágot, gyűrűt, értelmi foglalást, barátokat és egyebeket rendszeresíteni, mert hogyha nem teszel energiát a kapcsolatba, akkor az kiürül, kérgesedik, elpusztul, azt hiszi már, hogy nem szereted. És 50 év eltelt, vagy 50 inkarnáció, vagy 50 maha kalpa, teljesen mindegy. De állandótlan, önállóan elszigetelten nem létezik, tehát energiabefektetés nélkül nem marad fönt. Újabb tudatos gondolkodás nélkül nem marad fönt. És nem nehéz vagy könnyű, hanem rengeteg szokás, rengeteg energia halmozódott föl benne, és ezt valamilyen irányba fordítani kell. Én azt javaslom, hogy lássuk tisztán a kapcsolatainkat, és a kapcsolatainkban azt a kémiát, ami összefűz minket, és akkor ezt a kémiát kellene egy kicsikét tisztább tűzzel égetni, és akkor beáll egy középutas nagyon szép és jól vihető párkapcsolat, amely energiatermelő, tehát adni tud a környezetének, el is tud fogadni a környezetétől, és alapvetően nem önmaga lesz a legfontosabb. Hát innen tudod, hogy egy kapcsolat jó, hogy nem pusztán a benne résztvevők a legfontosabbak, hanem tud egy kicsit a környezettel is foglalkozni, meg segíteni annak a világnak, amelytől függ. Viki. Miért kell dolgozni az egyéni, a családi, a társadalmi karmánykon külön-külön, ha az lenne mindegyik megoldása, hogy a mélyükre tekintve igazából nincsenek. Viki, egy hatalmas előfeltevés van a kérdésedben, azt mondod, hogy ha a mélyükre tekintve igazából nincsenek. Eredetileg nincsenek, ez így van, de létrehoztuk őket, tudod, honnan tudom? Hogy megszülettél, hogy testben vagy, valahol a képernyők között ott van az arcod, és föltetted cseten ezt a kérdést. Tehát létrehoztad azt a karmát, amely egyéni, páros, családi és csoportos szinten érvényesül. Nem az a megoldás, hogy belátjuk pusztán az eredeti nem létezését, hanem hogy még egy lépést téve helyesen hozzuk létre ezeket a karmákat, hiszen itt vagyunk testben, lélekkel, tudatossággal, és viszonyulunk egymáshoz. Na most, ez kőkemény, tehát az élet tudomásul vétele az egy nagyon bátor dolog, hogy merjünk élni. Vállaljuk fel a kapcsolatainkat, vállaljuk fel az egyéniségünket. Egy olyan egyént építs, amivel még 30-40 év múlva is szeretnél együtt élni. Rólad van szó, saját magadról. Ismertetőjel, belenézel reggel a fürdőszoba tükörbe, és ő van ott. Ez egy tudatos munka, hogy építed azt a személyiséget, amely végül is az eredménye lesz, és 70-80-90 évesen is az néz rád a tükörbe. Ahogy egy régi kínai mondás mondja, 40 éve már, hogy fölkész minden reggel. Nem látod be, hogy ugyanaz az arc? Csaba. Élethelyzet változás miatt önzőség felcserélni a van mantrát a mi a dolgom mantrára? Csaba, a mi a dolgom az egy kérdés. Tehát a mantrától eltérő működéssel bír, a kvancembószál az szépen, mint egy ilyen ciklusra kötött kvancembószál, 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 zajt kiszűri, jelt megtartja, belső szakrális hierarchiát felállítja, kívülre sugázott értékrendet kalibrálja. Nagyon fontos. Ami még fontosabb, hogyha együttérző vagy, akkor a tudatod reaktív hatásaitól mentesítheted magadat és másokat egyaránt mielőtt oda csapsz, mielőtt oda szólsz, az előtt látod, és az együttérzés az erősebb lesz. A mi a dolgom viszont egy kérdés. És nem önzőség fölcserélni, most éppen arról van szó. Egy autószervizben, hogyha egy 14-es kulcsot fel kell cserélni egy 32-es kulcsal, az nem önzőség, csak éppen más csavarról van szó. Ha meg kell találni újra az irányt, hogy mi a dolgom, akkor tessék azt használni. Jutka, azt szeretném kérdezni, hogy a globális felmelegedés témában mit tud tenni egy egyszerű panellakó? Van-e értelme? Elég az, hogy megvan a tudat, hogy szembe pisíjünk a széllel? Nagyon jó, és idézőjeles is. Nagyon nagy ez a szembeszél. Van-e esély bármiféle túlélésre? Jutka, nagyon-nagyon sokat tehetsz azért, hogy a klímaváltozást egyéni szinten befolyásold, Nézd meg, hogy milyen fogyasztási cikkeket vásárolsz, milyen közlekedési eszközre szállsz föl, és nagyon-nagyon sokat tehetsz azért, hogy ez a föld egy kicsikét jobban működjön. Kérdet, hogy van-e esély bármiféle túlélésre? Nincs. Mindannyian meg fogunk halni. De nem mindegy, hogy milyen bolygót hagyunk hátra a gyerekeinknek, a tanítványaiknak, az unokáinknak a következő generáció. Na ez nem mindegy. Ne a maga túlélésében gondolkodj, és szerintem nem is így értetted. Abban gondolkodjunk, hogy ezt a homeosztázist itt ezen a földön hogyan javítjuk meg. Mert hogyha most leállnánk mindenféle üvegházhatású gáz kibocsátásával valamilyen mágikus csodaszer folytán, az se lenne elég, el kellene kezdeni kivonni a széndiokszidot és a metánt az atmoszférából, ha nem tesszük meg, a folyamatok elszállnak. Tehát nagyon kevés az idő, és nagyon komoly elhatározás kellene hozzá. Összehasonlítom a mostani válsággal, ez gyakorlatilag egy gyönge futópályai bemelegítés az ultramaratonhoz képest. Tehát az emberiségnek egy összeszedett, elképesztően fókuszált ultramaratont kéne futnia, ahhoz, hogy az éghalti problémát megoldja, a klímaváltozást megoldja, és ehhez képest ez a járvány, ez egy gyönge 400 méteres bemelegítés volt, sokkal, de sokkal összeszedettebben kellene cselekednünk, helyes, valódi, betartható intézkedéseket hoznunk, és ami nagyon fontos, itt fönt megváltozni annyira, hogy belássuk, hogy valójában mi a helyzet és ne csak a vágyálmainkat és a projekcióinkat szóljuk szét. Nanita, üdvözöllek, bár nem tudunk egy térben és időben találkozni, örülök és köszönöm a kérdés lehetőséget. Nagyon szívesen. A budapesti központotokban volt lehetőségem Dokhessunimmal találkozni, és az ő instrukcióival gyakorlom kb. két éve. Gyönyörű, nagyon jó. Itthoni elvonulást tervezek tenni négy napban, napi hat üléssel. Bátor vagy. Nagyon jó. Eligazítanál kérlek, hogy mire figyeljek, illetve mi az, ami ezen feltételek mentén nem kivitelezhető. Nanita, nézzük meg, hogy mi van otthon. Tehát ezt neked kell szépen lajstromba szedni. Van-e például túlságosan jó fülű és intoleráns szomszéd? Mert ha van, akkor az éneklés az nehézkes lesz. Tehát úgy kell csinálni, hogy a környezetünket még végképp se fordítsuk magunk ellen. Miért? Mert itt járvány időben az emberek félnek, és ezért sokkal jobban irritálhatók, sokkal gyorsabban megharagszanak, és kihívják a rendőrséget. Akármennyire is fáradtak a rendvédelmi szervek, hogyha butista éneklést hallanak, felélénkülnek. Biztos lehetsz benne. És nem kéne az, hogy ö, idegen mantrával ugyan, de az ember itt a szomszédságnak a nem tetszését kivívja. Érdemes reggel kezdeni, a hatülést szétbontani kétszer háromra vagy háromszor kettőre, sétáló meditációt oda tenni, és ha énekelsz, akkor tényleg nézd meg, hogy körülötted ki van, mi van, és betartani a hangvédelmi szabályokat. Egyébként nagyon jó, hogy ezt tervezed, nagyon-nagyon szeretném, hogyha megcsinálnád. Három fontos instrukciót szeretnék adni. Egy. Legyen meg egy olyan időrend, amit mindenképpen tartasz. Nincs olyan, hogy eltérek tőle. Megállapítod, kidolgozod, betartod. Kész. Második. Pontosan azon a napon, és akkor kezded a visszavonulást, amikor eltervezted, és azon a napon órában fejezed be, amikor annak vége van. Tehát a kis ciklus, a napi, és a nagy, teljes visszavonulás időrendje illik egymáshoz, és betartod őket. Ez nem nekem fontos, nem a butháknak és a bótisztatváknak fontos, ez neked fontos. Azért, hogy az akaratod ne törjön. Tehát a legrosszabb és a leghátrányosabb dolog az, hogyha elkezdesz valamit, és nem fejezed be, és hivatkoztam valamire vagy valakire. Olyan akarat törés, olyan gyengeség áll be tőle, hogy nem a négy napostól csak azért a hosszabb visszavonulásokról élénkebb tapasztalataink vannak, kis visszavonulás is nagyon fontos, ott kezdjük el, aprócska lépések. Ha ott hibázunk, akkor a nagyobbnál is hibázunk. Miért? A visszavonulás alatt, amit teszel, sokkal jobban beívódik az identitásodba. Ezért szoktuk a visszavonulások alatt a karmát szépen elengedni, és nem őrizgetni, és magunkra venni, mint a drága szágot. Mert hát akkor az lesz. Ugye? És a harmadik nagyon fontos instrukció, hogy legyél szíves mindent, ami megjelenik, elengedni, hogy tűnjön el. Tehát ne akar semmit sem elérni a visszavonulás által, egyszerűen csináld meg, és kész. És az a legjobb. Zéró ambíció, zéró vágy és félelem. És ekkor jó ami megjelenik, azt enged eltűrni, mert ha nem ezt teszed, akkor hozol ki valamit az elvarázsolt kastélyból, ami később ilyen picike, aprócska kis hangyából egy hatalmas dinoszaurusz lesz, és meg fog enni. Ne tedd. Sokszor előre már érzem, hogy gyűlik bennem a dű, mielőtt az kitörne, de van, hogy mégis kitör, hiába látom végig, ahogy nő. Mit tudok tenni annak érdekében, hogy kontrollálni tudjam? Bazsi, nagyon jó, hogy látod, és ne engedd, hogy kitörjön, hanem vásd át cselekvésbe. Nem úgy, hogy eszközzel vagy anélkül, de törzzúzol és hasonló, hanem olyan cselekvésbe, ahol ez az energia valami mást tesz, és nem rombol. Például takarítasz. A takarítás az tisztulás. Lehet, hogy a kosz úgy éli meg, hogy te dühös vagy rá, és haragos, felmosó mozdulatokkal a padlón mindent eltörölsz, ami nem fér bele a domestos és a víz összhatásába. De ez nem harag, hanem tisztulás. Tehát a veszteséget, ami a dűnek mindig az eredménye, háromféleképpen élheted meg. Az egyik a pusztulás. A másik a tisztulás, takarít és a harmadik a megszabadulás. És rögtön a dűből valami egész más lett. Elcsépelt kifejezés, hogy transformáld a karmádat. De mégis lehet, és úgy tudod transformálni, hogy megtalálod azt a nullpontot, zenkör, 180 fok, amikor az a karma eredetileg nem létezik. Még nincs, vagy már nincs? Nézőpont kérdése. És ezt a 180 fokot felhasználva a dühöt transformálni tudod valami egyébé, nem azt mondom, hogy az energiát hirtelen tekints nem létezőnek, mert azt nem lehet. Elfolytod hiba, kiélet hiba, lefagysz tőle, vagy elégsz tőle, az is hiba. Az átalakítás az az kell, hogy találd meg azt a kapcsolót, amitől ez megváltoztatható. És az ez. Ez a 180 fok az enkörön. És hogyha ez megvan, akkor minden karmát előbb-utóbb tudsz kezelni. Gyakorlattal ez megy. Ezért tesszük azt, amit teszünk. Van-e a buddhizmus szerint teremtőnk? Idézem az Avatamszaka szutrát, ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor tekintsd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. A kérdés az, hogy mi ez a tudat? Ez a tudat bennünk is van, a lovakban is, a Gombóc Artur nevű majdnem 8 hetes kölyök kutyában is. Mi ez a tudat? Benned azt mondja, hogy én. A barátodban azt mondja, hogy Robi. Mi ez a tudat? Na, ennek a tapasztalata a gyakorlat célja. És ekkor tapasztalat szinten választ kapsz arra, hogy van-e teremtő vagy sem, és hogy az milyen, és hogy az egyszemélyes vagy több, és hogy intelligens vagy nem. Mert ez kérdés, ez az utóbbi is, hát nézd meg, hogy milyen állapotok vannak, ez a teremtés tényleg intelligens? Ezt akartuk? Így szeretnénk? Mi múlik rajtunk? Mi múlik a másik emberen? Mi múlik az összemberiségen? És így a teremtő tényére, működésére szépen tapasztalati úton választ kapsz. Atlantis, szerinted ennek az egész kaotikusságnak köszönhetően lesz-e érdemi maradandó változás? Atlantis, én nem látok káoszt sehol. Túl szabályzott életet azt látok, be nem tartott intézkedéseket látok, emberekben néha zavart egy kicsikét látok, de káosz az nincs. Tehát tényleg le van szabályozva. Tudod, mikor lesz káosz? Amikor megszűnnek a korlátok. Na akkor lesz. Amikor újra bó, megcélozhatod a világot, és kilőheted a saját rakétáidat. Na akkor káosz lesz, mert hirtelen mindenki mindent akarni fog. Akkor jön a második hullám. Akkor fog még több fertőzés történni. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy a káosz az hol és mikor van. Nem most van káosz. Figyeld meg, amikor a gátak fölemelkednek, és a vízesés szépen az emberi indulatok formájában elborítja a világot. Na akkor lesz. Akkor kell észnél lenni. Hogy most mit csinálok? Most mit mondok? Most mit érzek és éreztetek? Katka, nincs mit elérni, két piros felki átoljál. Én is szeretem a megállapítást. A kérdés a következő. Az elmúlt két hétben megfogadtam a tanácsod, elengedtem a semmit. Nem nehéz, most ismét ott tartok, hogy innen merre. Az a válasz jön, hogy nincs mit elérni, hiszen mindent a tudat teremt, már így, ahogy vagyunk, egészek vagyunk, Nincs mit elérni, nincs felébredés, csak a fű zöld és az ég kék. Hálás vagyok a válaszért. Dupla csak. Hát, hogyha nincs mit elérni, akkor ezt a választ, ezt a megállapítást sem kell elérni, amit most felolvastam. Kérdés ugyan nincs benne, de az most nem baj. Kélek szépen, maradjunk annál, hogy az ég kék és a fű zöld, és ezt a logikát, amit ide beletettél, azt finom, forró lótrágyaként szántsuk bele a pázsitba. És akkor nem értünk el tényleg semmit, csak az ékék és a fűzöld, és ezek a logikus, de nagyon ellentmondásos következtetések, ezek a tudat komposztjában vissza lesznek forgatva, és valami hasznos, gyönyörűséges gondolattömeg, vagy érzelem jön ki belőlük. Azt mondod, van mit elérni? 30. Nincs mit elérni, 30. Oké? Okay. Nagyon szívesen, írtad, hogy köszönöm. Eleonóra. Gyakran hozott föl, kedves Sunima, darom egyben a kutya példáját. Igen, mert most van körülöttünk egy-kettő. Ezt metaforaként használod, nem. A kutyák nagyon konkrétak. Eszméletlen tanítók és jönnek is vendégkutyák, és vannak itt a környéken ilyen kis házi kutyák, kicsik, nagyok, feketék, zsemjeszínűek, mindenféle kutya van. Ha én egy rossz kutya fajtát választottam, mondja Eleonora, és vélem felfedezni, rálátni, milyen karmákat hozott be nekem, mit tegyek? Tehát emberek és helyzetek tekintetében gondolja ezt Nóri. Nóri, úgy érzem, hogy nem tanítottad meg a kutyádat rendesen kutyának lenni. Tehát, hogyha olyan karmát hoz be, amely az emberi kapcsolataidat, az élethelyzeteidet negatívan befolyásolja, akkor ez a kutya nem volt rendesen tréningezve. Nem tudom, milyen idős, ebből nem derül ki, de sose késő. Hát igaz, hogy ezt 8 hetes környékén el kell kezdeni, és hogyha az első hat hónapban nem történik meg, akkor elképesztőn a fejedre nő, de ez a te karmád. Miért? Mert te vagy a gazdája. Tehát ne a kutya legyen a te gazdád. Te legyél a kutya gazdája. Tehát teljes szabadsággal és felelősséggel bírsz a kutya fölött, és ha itt valamit elmulasztottál, azt a kutya kőkeményen visszaadja. Elképesztően visszatükrözi. Úgyhogy itt van a mi munkánk nem is kevés és nem csak kutyákkal, hanem más módon kölcsönösen kondicionálva egymást emberi kapcsolatainkkal. Tamás és Szilvia. Erős tisztaságmániám, OCD-m van magyarul obsessive compulsive disorder, ez egy hozott betegség. Miért van az, hogy idővel egyre erősebb, rosszabb? Hogyan szabadulhatok meg ettől, Szilvi? Szilvia, nem szarkasztikus a válaszom, amikor azt mondom, hogy tessék a takarítással profi szinten foglalkozni. Tehát hidd el, hogy ezt a karmát jó környezetben meg lehet élni pozitívan is hogyha a lakást takarítod ki naponta háromszor, akkor azt előbb-utóbb észreveszik, és együttérzően fordulnak feléd. Hogyha odáig viszed, hogy egy egész emeletet kitakarítasz egy irodaházban, és tettől te jól érzed magad, azt úgy megfizetik mostanában, hogy az fantasztikus. És akkor nem Horvátországban, hanem a Kanári szigeteken fogsz nyaralni, és azt is kitakarítod. Úgyhogy ezzel nincsen probléma, csak időzíteni kell, hogy mikor, mennyit, kivel takarítok. Tehát a karmát azt megfelelő irányba fordítva fantasztikusan föl lehet használni. Amikor nem uralod, akkor Obsessive Compulsive Disorder. Amikor uralod, akkor egy fantasztikus motiváció, amivel a világot megváltoztatjuk, és az embereket tanítjuk arra, hogy tisztán, jól takarított környezetben éljenek. De ha ez túl van vezérelve, akkor mindenkit lever. Mert állandóan csak ilyen tisztítószer szag van a levegőben, és te azt mondod, hogy bocs, szívem, én most nem tudom veled ezt a sorozatot végignézni, mert ütött az óra, hogy újra felmosószert öntsek a felmosó vödörbe, és most megint a parkettát ma már hatodszor ki kell szépen suvikszolnom. Tehát ez nem lesz, ugyanis a világban megfelelő módon például egy takarító KFT formájában, ezt gyönyörűen tudod művelni. Úgyhogy megvan ennek a helye, csak meg kell találni. Gábor. Van-e meg annyi olyan harcművészeti irányzat közül olyan, ami közelebb áll a zenhez, a zen meditációhoz, mint a többi? Van-e olyan irányzat, amelyik jobban elterjedt a zen azon gyakorlói között, akik harcművészettel is foglalkoznak? Gábor, kulturális alapon lehetne erről beszélni, de eredetileg nincs olyan harcművészeti irányzat, amely a zenhez közelebb vagy attól távolabb állna minden tárgyas meditáció, amely a besorolás szerint a külső út ösvénye, mert egy tárgyban, tevékenységben megvalósuló meditáció, zen gyakorlat lehet. A teljes egyévállás és a gondolkodás nélküli helyes cselekvés az az ismérve. Nem az, hogy milyen országban, hány éve, milyen színű mezben gyakorolják. Tehát az a kérdés, hogy felébredsz-e a harc közben, eléred-e a belső békét a harc közben, meghaladod-e a dualitásaidat a harc közben. Hogyha olyan harcművészetről van szó, ahol tényleges ember és ember közötti küzdelemről van szó, ott nagyon gyorsan kiderül, hogy gondolkodtál-e a küzdelemben, vagy sem. Hogyha gondolkodsz, akkor előbb-utóbb levernek. Ha nem gondolkodsz és megtanultad korábban és begyakoroltad korábban helyesen a harcművészetet, akkor esélyes, hogy a te intuíció tisztább és gyorsabb. Ezért szoktak egyébként komoly harcművészek meditálni. Ténylegesen meditálni, nem az a 30 másodperc, ami edzés előtt van, vagy az a pár perc, ami esetleg edzés után van, hanem nagyon-nagyon rendszeresen több órát. És akkor a mozduló és a nem mozduló egyé tud válni akkor egyszerre tud működni. József. Beszélnél a szívszutrában található forma üresség és az üresség forma megértéséről. Kedves József, igen, ebéd után vagyunk, nem sokkal. Kérlek szépen, hogy idézd föl az ebédet. Amikor megkezdtétek, előtted volt az asztalon a forma, és benned itt köldök tájékon volt az üresség. Lezajlott az ebéd, és amikor vége lett, akkor előtted az asztalon volt az üresség, és itt köldök tájékon a forma. Minden egyéb benne van egy rakás más veszétben, amit a videó megosztom, megtalálsz. Eszter, Júlia. Egy nagyon kezdő kérdés lesz, minden jelenséget gondolatokon keresztül dolgozom fel, és a gondolatokon is gondolkozom. Ez úgy látom, hogy az intuíció felől elvonja a figyelmem és az érzelmi értelmezésről, és már fáj a fejem a sok gondolattól. Mit ajánlasz? Tartok olyan kis szeánszokat, hogy csak a légzésen figyelem, de utána ismét tele lesz a kis fejecském. Ami azért zavaró, mert nem tudom már, hogy melyik a tiszta, őszinte, hasznos építő gondolat, és melyik nem. Eszter. Az a helyzet, hogy itt a lélegzés, az körülbelül akkora erőfeszítés, mint amikor egy madárka szárnyával a gyémánt hegyet így megsuhintja, és azt gondoljuk, hogy ettől belátható időn belül el fog kopni a hegy. Tehát itt valami egész más gyakorlatra van szükség úgy, hogy a lélegzet tudatosságát nem veszted el, de mondjuk a lélegzetet figyelve kimész csákányozni, vagy kertet művelni, vagy pedig leborulni. Tehát itt a fizikum segítségével használjuk már fel a tényt, hogy testünk van. Tessék a mikrokozmikus energiakört megpörgetni annyira, hogy a krániumból az energiát szépen mozdítsa lefelé a test előlapján, erre a leborulás nagyon-nagyon alkalmas, ezt vagy itt megtanítjuk neked járványmentes időkben a templomban, vagy pedig nem sokára fölkerül az ezt tanító videó a honlapunkra, mert nem csak te kéred, illetve nem csak neked van rá szükséged leborulás, éneklés. Tehát ezek nagyon gyorsan feloldják azt a kognitív, több rétegű tudatformát, amely ilyenkor teher tud lenni. Nagyon komoly teher tud lenni, főleg amikor az intuíciót gátolja, elkezdi az érzelmeket értelmezni, és úgy érzed, hogy egy ilyen logikai hideg mátrixban benne vagy, és közben nem annak kéne lenned, hanem egész embernek. Úgyhogy leborulás, éneklés, és utána ülés. A leborulás olyan, mint a jégtörés, az éneklés olyan, mint a jeges víz forráspontig való hevítése, a meditáció pedig olyan, mint a felhők elfúvása, és csak a kék ég marad. Na most, ha csak a légzésed figyeled egy ilyen tudatállapotban, az körülbelül olyan, mint amikor a szél a jéghegyeket fújja. Attól nem fog elolvadni. Kedves Szuném, honnan tudom, hogy az elengedéssel a jó megoldást választottam-e? Kedves Fruzsina, onnan tudod, hogy a jó megoldást választottad, hogy nem zuhantál a szakadékba? Ugyanis ha a mászó kötelet elengeded, és lezuhantál a szakadékba, akkor biztos, hogy az elengedést nem helyesen gyakoroltad. Tehát az a probléma, amikor az ember ragaszkodik a szabadsághoz és az ürességhez, az azzal jár, hogy ugyan meg kéne fognom ezt a botot, de nem tudom megfogni, mert nem vagyok hajlandó bezárni a kezemet úgy, hogy abból egy fogó mozdulat kialakulja. Nézd meg az újszülöttet. Tehát még alapvető életfunkciókon kívül még semmi nincs. De oda teszed a kis ujjadat, abban a pici kézben mi történik, megfogja. Tehát ez a, ez a fogó reflex. Na, ez az életvágy. Ez az elképesztő ésség, szomjúság, amivel a világot tapasztalni akarom. És ezért van az, hogy a tanok nagy része azt hogy engedd el. Igen, ám csak nem a puszta elengedettség a jó, hanem felismered, hogy amikor meg kell fogni azt a botot, azt a kötelet, azt a kezet, akkor megfogod, és amikor nem kell, akkor elengeded. Tehát mikor, mire van szükség? De annyira tele van a kezünk, hogy nem veszük észre, hogy valójában amit fogunk, és a kezünk az nem ugyanaz. És ezért kell kiüríteni, ezért kell elengedni, hogy lásd meg, hogy a tudat és a tárgya, a kéz és a megfogott tárgy nem ugyanaz. És ekkor van valami esélyed, hogy a megfelelő dolgot fogod meg. Képzeld el, hogyha autószerelő apuka két villáskulcsal a kezében érne haza, és azt mondja, szíven vacsorázzunk. Igen, csak villáskulcsal nem fogja megenni. El kéne engedni, megfogja a villát, a kést, a kanalt, és akkor azzal leszünk. Ez ennyire egyszerű belül is, kívül is. Zóra, a karmával kapcsolatban szeretnék kérdezni, jól értem el, hogy a tetteim valahol valakire vagy valamire lehetnek hatással, de ez nem feltétlenül saját magam, és nem feltétlenül itt és most. Vagyis lehet, hogy annyira egyszerű dolog lenne ez, hogy mindennek van előzménye, és minden tettnek van következménye. De hogy mi miért következik, abban nincs szabályosság. De van! Nagyon jól mondod, Zóra, tehát nem csak rád vonatkozik, nem csak itt és most, ezt úgy hívjuk, hogy a messzeható karma. Tehát olyan következmények, amelyek messzire hatnak, mind térben, mint időben. Tehát a mahaján a megkülönböztetés, amikor például múlt karmáról van szó, azt mondja, hogy ennek az életnek a karmája mostantól a születésig, az előző élet bármely karmája a mostani születésig, az előző élet előtti bármely karma, bármely inkarnációban. Tehát háromféle. Nagyon régmúlt, közelmúlt és a mostani inkarnációnak a múltja. Az, hogy mi miből következik, az egy leíró hozzáállás. Pusztán meglátó hozzáállás. Ez nagyon fontos. A következő, a teremtő, a generatív hozzáállás miből mi következzen? Határozd meg, hogy milyen legyen a ma esti vacsora. Te készítsd el az ételt, te hívd meg az embereket, és teremtsd meg a következményét a jelenségnek. Ez is szabályos. Ez is az ok és okozat törvényét követi. De itt te aktívan és teremtően állsz hozzá. Tibor, van az en meditációban gyakorlat arra, hogy egy célért meditálnak a szangatagok, akár egy időben is? Van. Tehát van olyan, hogy egy célért meditálnak, és ez a cél közös megegyezésen alapszik, nincs felülről kimondva, és csak az emberek saját beleegyezésével lehet. Ilyen például egy ember gyógyulása, egy nemes cél elérése, templomhoz, szangához köthető nemes cél, emberhez köthető dolog, lehetséges, természetes. Mi fogja ennek a hatékonyságát adni? A benne résztvevő tudatok tisztasága. Tehát amilyen tiszta tudattal tesszük ezt, pontosan úgy fog működni, ha belekevered a karmádat, akkor az olyan, mint amikor a salát a földes és csikorog a fogadalat, és nem szeretnéd megedni. Hogyha fókuszált, tiszta, kétségtől mentes tudatok vesznek benne részt, és ez ima, vagy az összpontosított meditáció ezért fontos, akkor el is fogja érni a célját. Vigyázz, hogy mit tűzöl ki. Tényleg azt akarod? Bazsi, Mit nevez a zen megszabadulásnak, és mit megvilágosodásnak? Bazi, a megvilágosodás olyan, mint amikor egy szobában, ami nagyon-nagyon sötét volt, végre felgyújtják a villanyt. A megszabadulás pedig az, amikor ezen fény felhasználásával végre kitakarítasz. Kihordod a felesleges bútort, és utána pedig a tiszta szobába azt a bútort hozod vissza, amelyre tényleg szükséged van, Nóri. Kedves szunim, ha a mantrát csak halkan tudom énekelni, az segít valamit? Igen, segít. A ti hanganyagotokat töltöttem le, és azzal együtt énekelek. Ez nagyon jó. A hanganyagon nagyon sokat dolgoztunk. Közös éneklés. Tehát nem csak egy valaki ott zengedez, hanem egy hatalmas visszavonulásnak a hanganyagát tettük közzé a zentemplom.hu-n. Úgyhogy nagyon jó az. A gyerekek előtt kelek fel 5 órakor, utána már lehetetlen. Nóri, Valamit már tapasztaltál. Úgyhogy minden elismerésem, kérlek, folytasd ugyanígy, és tényleg a gyerekek előtt kell fölkelni, mert hogyha már ők fölkeltek, a világ az övék. Tényleg róluk szól. Úgyhogy előttük, reggel, vagy utánuk, amikor már lefektetted őket, de akkor már te is olyan fáradt vagy, hogy összebújsz a pároddal, és kész, és annyi. Akkor már nagyon kevés idő vagy erő van meditálni, és akkor tessék az időt jól beosztani. Bernadett, hogyan őrizzem meg társaságban is a jelenlétem, és hogy nyugodjak stabilan az egyensúlyomban, amit egyedül egyre teljesebben meg tudok élni? Hogyan függetlenítsem magam a többiek érzelmeitől, hogyan ne azonosuljak az övékkel? Bernadett, erre szoktuk mondani, hogy félúton vagy. Félúton vagy, mert már önálló egyensúly megvan. A következő művelet az, hogy ebbe az erőtérbe vond be például az adott helyzetben, azokat a kapcsolataidat, amelyek még nincsenek. Tehát nyugodtan terjeszt ki rájuk ezt a láthatatlan búvárharangot, semmit ne akarj, ebben az egyensúlyban ők is meg tudnak nyugodni, ha megérzik, hogy ez micsoda. Itt kezdődnek a dolgok. Az, hogy nem azonosulunk a többiek érzelmeivel, ez alapdolog. De mennyire jól érzed a többiek érzelmeit amellett, hogy nem azonosulsz vele? Na, itt van a paradox. Hát ez keskeny út, de ezt érdemes járni, hogy hogyan válok egy a világgal úgy, hogy közben nem azonosulok vele. És ezért kell nagyon komolyan gyakorolni, ezt jövök pillanatról pillanatra, láss tisztán, haj tisztán, és cselekedj tisztán, és tartsd meg a tudatot, mely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Úgyhogy innen kell tovább menni ebbe az irányba. Koller, Kri. Minden eddigi válaszodért hála, köszönöm szépen, és a kérdezőknek is. Az enyém idézetben te változol, és nekem ez nem biztos, hogy tetszik. Idézőjel zárva. Ha nem reagálok, ez jön. Egyre egoistább vagy. Idézőjel zárva. Férjem, pont-pont-pont. Honnan tudom, hogy ez igaz-e, vagy az, amit én érzek, gondolok, cselekszem? Öt éve jogázom, három évet tanultam, jogafilót, jogapszichológiát. Tudom, hogy ez nem a tudás maga, és igyekszem gyakorolni minden szinten fél éve vagyok veletek az étterben, és két hónapja kezdtem meditálni, mert addig azt gondoltam, csancsala elmével nem lehet, hogy ez még nem jár nekem. Aztán vettem egy mély lélegzetet, és gyakorlok. Hullámvasúton vagyok, minden csodás, aztán minden idegen, és mi ez az egész? Leborulok szívemben is, nem azt. Ez fantasztikus kérdés, nagyon jó. Kri, erre csak azt tudom mondani, hogy a joga filozófiát, vagy azt, amit itt idéztél a legelején, ne tessék a párkapcsolatba bevinni. Túl van vezérelve. Tehát láttam olyan kitűnő, fantasztikus emberpárt több évtizede, amikor én még kezdtem, és ők már nagyon haladottak voltak a buddhizmus egy adott ágában, szándékosan nem mondanak, hogy melyik az, szételemezték a kapcsolatot és kilenc évig fantasztikusan ment, és utána ez az elemzés, ami ilyen párbeszédeket eredményezett, amelyet éppen itt idéztél közted és a férjed között, ez szétütötte teljesen. Tehát tessék a kapcsolatot a maga paraméterei szerint a különböző metarendszerektől és vallásoktól függetlenül látni. Hogy kivittem a jogát az erkére, kivittem az a zent a kamrába, te és a férjed itt maradtál a szobában, most mire megyünk egymással. Tessék kipucolni az egészet. Miért? Mert hogyha valami jól működik, akkor a metarendszer nem marad rajtad. Nem fogsz jóga filozófiával gondolkodni, de nagyon rugalmas testtel, nyitott nádikkal, tiszta elmével, az öt kósát integrálva ott vagy, mint egész tiszta ember. Ekkor működik jól a joga, mert feleslegessé tette önmagát abban a pillanatban. A zen ugyanez. Nehogy buddhista filozófiával elkezdjük egymást elemezni, mert tragédia lesz belőle. Ne tegyük. Tehát mindez az eszközrendszer, amit mondtál, nem fér be a hálószobába. A nappaliba se, az ebérlőbe meg végképp nem. És ekkor valami letisztul, valami leegyszerűsödik. Ezt javaslom. Szilvi Aranyos azt mondja, kedves Szonyi, most nincs kérdésem. Hála és köszönet a tanításokért, a munkátokért, a darma beszédek és intelligens humorod nagyon sokat segít. Köszönöm szépen. Szilvi, szívderítő, születésnapi megjegyzésnek a legszebb, igyekszünk tovább folytatni így. Dóra. Honnan tudhatjuk, hogy valakivel már több élet óta keringőzünk? Onnan, hogy nem tud abba hagyni. Ha több életet keringőztél, annyira természetes és annyira nélkülözhetetlen, hogy éjjel és nappal és abba hagyhatatlan. Tehát ez a körtánc, ez rajtad múlik, hogy mi lesz, hogy állandóan egy májusfa körül, vagy pedig a dansz makába, és egy ilyen állandó haláltánc. De a keringő ott van, mert annyira sok a közös karma. Azt tud, hogy mintázatokat címkézzünk föl, és nevezünk el énként, másként, és ezeket a mintázatokat oly mélyen magunkba véstük, hogy azonosulunk vele, mint férfi, női, arhetipus, társkapcsolat, szülők, gyerek, stb. Tehát fölül lehet írni a keringőt, de kell, mert ahhoz le kell állítani a zenét. Le kell ülni és mozdulatlanul csendben lenni. Ezt szeretnéd? Hát, hogyha haláltánc van keringő helyett, akkor muszáj. Ha pedig nem, akkor táncoljatok tovább mindenki gyönyörűségére. Zsófi. Hogyan lehet elérni például a napi ezer leboruláshoz? Napról napra hozzáadni, növelni úgy, hogy közben a térdeinket is megkíméljük, amennyire lehet egyben kellene elvégezni azt az ezrest, vagy közben sétáló szünetet, szüneteket tartani. Zsófi, azért kérlek szépen ne boruljál le ezerszer, hogy leboruljál ezerszer. Tehát, ha el szeretnéd érni az ezer leborulást, akkor zen bajnoknő nő leszel. Hogyha szeretnél egy visszavonulás részeként sok-sok leborulást csinálni, lehetséges, még az ezer is lehetséges, de erre azt mondanám, hogy természetesen szünetekkel. Én magam sose csináltam többet, mint 200 egyszerre, és utána pedig séta, ha kell meditáció, esetleg éneklés, és megint. Tehát általában az 5 x 200 az jó, de megint csak milyen a térded? Milyen a porc? Mennyire merevek az izmaid? Én láttam zengyakorlót, aki túlhúzta, és szépen egy ekkora nagy pukli lett a tért kalácsa mögött, és az ezer leborulásból sokáig nulla lett. Én azt mondom, hogy ha tényleg a leborulás neked ilyen szimpatikus és ennyire bejön, megértelek, mert tényleg gyönyörű. Nagyon jó. Nem helyettesíti semmi. Akkor a napi 3 4 százat javaslom, azt meg tudod úgy csinálni, hogy hetente 108-al fölemeled, és nagyon kell figyelni, hogy a test mit válaszol. Miért? Mert egy van belőle. Egy darab. Semmi több. Tehát ez, ahogy mondtam, más vonatkozásban ez maraton. Tehát hosszú távra kell gondolkodni. Még a húsz év is olyan, hogy igen, ha annyi alatt elkopik a térdel, akkor megint valami hiba van, valamilyen kondroitin szulfátot nem vettél be, vagy omega-3 kimaradt. Megfelelő módon, felkészülve és végigcsinálva. És így lehet a napi érzés, de tudd azt, hogy itt tényleg az elérendő tudatminőségről van szó. És csináld meg! A motiváció a helyes, gyönyörű. Nagyon sok energia változás lesz, és egy nagyon összeszedett, magas energiállapotot lehet tapasztalni, amikor az ember konzisztensen, szépen, hosszú távon leborul. A kérdés az, hogy ura tudsz maradni a hullámnak, vagy sem. Tehát a pillanat szörvdeszkáján fönn kell maradni a legmagasabb energiahullámon is, és megfelelő irányban szörfözni. Ez pedig tényleg az, hogy ébredj föl, és segíts más lényeken. Mert ha nem, akkor ezzel az energiával elképesztő károkat is lehet csinálni. A legnagyobb kár az, amikor visszaénesül. És akkor én elértem valamit. Én ez lettem. Én, én, én. Ez olyan, mint amikor egy 30 menő autónál így lehúzod az ablakot, most már gomnyomással, és így kiteszed a kezedet, és egy ilyen kis rovarka így neki megy. És látod, hogy hú, hát ez hiba volt. Igen, ám csak, hogyha az az autó 240-nel megy, és ugyanígy lehúzod az ablakot, akkor a kezed fog letörni. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelő irányvétellel végezzük a gyakorlatokat. Mert magas szinten, nagyon-nagyon magas energiállapotban ez mindent visz. Tehát irányvétel, irányvétel, irányvétel. Marti Barna. Kedves szunim, baj -e, hogy én a vírusban, karanténban jól érzem magam, és örülök neki? Barna, nem baj. Mi így szeretünk téged. Ugye ez sem baj. És akkor várunk téged itt a templomban, minél hamarabb. József, miként illeszthető össze a belső és a külső világ? József, ne válasszuk szét a külső és a belső világot. Tehát eredetileg az egy. Tehát az a kérdés, hogy hogyan nem választjuk szét. Ha nem építesz én falat a külső és a belső közé, akkor az egység tapasztalat megvan. Szilvi és Zoli, vannak-e hasonló zen tanítások a magyar népmesékben? Igen, zenszerű tanítások vannak, és hogyha valaki olyan projektet szeretne, hogy kigyűjt ilyen zenszerű magyar népmeséket, az fantasztikus lenne, és akkor Ildikónak felajánjuk, mint zenmeséket. A helyzet az, hogy pont most jutott eszembe nemrég, hogy van az a uh, találkozása, a király és a leány között, hogy uh, menjen föl a királyi városba, menjen az úton is, és ne is, öltözön ruhába, és ne is, hozzon ajándékot, és ne is. Tehát ez három olyan paradoxon, ami teljesen koanszerű. Szerintem nagy részletek ismeri ezt a népmesét, és ez abszolút zen. Tehát olyan gyönyörű megoldás van benne, hogy nem is mondom el, mert hogyha nem tudod, akkor nem akarom lelőni a poént. Olvasd el. Gábor, abban az esetben, ha kóriai nyelven éneklek és nem értem a jelentését, a szútra eljut az univerzumba? Gábor, jó hírem van. Egyrészt az univerzumba is eljut, de annak nincs rá szüksége. Neked van rá szükséged. Tehát hozzád jut el a szútra, akármilyen nyelven énekled. Csak énekeljed. Egyedül is, közösen is. És egyszer, mivel az éhes intellektus jelentéssel álmodik, meg fogod tudni a szútra jelentését is, hiszen vannak fordítások. Tehát én a nagy együttérzés Dáranit 12 évig úgy énekeltem, hogy nem tudtam a szó szerinti jelentését, aztán egy malajziai templomban ráakadtam a többnyelvű változatra, és akkor olyan volt, mint egy fantasztikus optikát egy mozdulattal tűélesre állítanak. Tehát érzed, és utána tudod is. Aztán az elment a tudattalamba szépen, nem alszik, csak ott áll és vár, hogy mikor kérdezem meg megint, hogy mit jelent a szútra, vagy a mantra. De az érzés ugyanaz maradt. Tehát tudd meg a jelentését, ha kíváncsi vagy rá, de nem ez az elsődleges. A hatása az elsődleges. Adél. Gyermekkori barátnőm 12. éves korában agyvelő gyulladás után az összes emléket elveszítette, és onnantól más ember lett teljesen más személyiséggel. Akkor hová lett az a személy per lélek? Temetése nem volt, de meghalt, az zárva. Ez milyen karma? Más született le akkor a testében, Lehet ilyen. Adél egyrészt együttérzésem, másrészt. A lélek önmagában csak a tartalmát változtatja. A mély szerkezetét nem változott. Az agyvelőgyulladás sajnos károsította azt a szövetet, amelyen keresztül a 6-os, 7-es és 8-as tudatszint, a fogalomalkotó megkülönböztető és az emlékező megnyilvánulhatott volna. De ez ugyanaz a lélek, csak a funkciói nem működnek sajnos. Ha még testben van, akkor ő ugyanaz a lélek, más tulajdonságokkal. Ha pedig továbbment, akkor ez a probléma eltűnt abban a pillanatban, hogy kilépett a testbe. Ez egy olyan státusz, olyan állapot, amikor karmát nem tud létrehozni, és nem is tud levetni, mert a kapu le van zárva. Mint amikor a kapu elé hatalmas sziklák omlanak, és se nyitni, se zárni nem lehet. Mária. László kérdése: a félelem állapotában el lehet érni a tiszta tudatot? Hogyan? Igen. Aki már félt életében nagyon-nagyon kemény helyzetekben és működőképesnek kellett maradni, az pontosan tudja, hogy egy ideig nagyon tiszta a tudat, olyan fókuszált, tehát ezért keresjük a kockázatot, meg az extrém sportokat, meg az életveszélyt, meg ilyenek, mert letisztítja a tudatot. Igen, ám, csak a félelem oka az nem megy el. Tiszta tudat, félelem nélkül, na az a kunst. Félelemmel tiszta tudat, nagyon könnyen elérhető, Katalin. Miért van az, hogy a mantrázás során egyszer csak elkezd folyni a könnyem? Azért, mert érzelmileg tisztulsz, Kati, ez a gyönyörűség. Zárójel, január közepe óta mantrázom, meditálok rendszeresen, a napokban kaptam az élettől egy nagy pofont, amire dühösen reagáltam, csak később világosodott meg, hogy régen valami hasonlót tettem mással. Ezután teljesen megkönnyebbültem. Kata, ez papírforma. Tehát ennek így kell lennie, a mantra szépen, mint a fúró fej, megy lefelé, és átmegy több száz méter föld, és egyszer csak igazi hőforrás talál. Csuk, és akkor jön fölfelé. Ez a dolga a mantrának, és ez nagyon szépen tud működni így. És aztán ne állj meg, tér vissza mindig a mantrához, hogy ne maradj a karma réteg alatt. Van ott még több minden. Majd az is a felszíne jön. Patrik, nagyjából sejtem, de nem tudom pontosan, hogy az entábor és az elvonulás között mi a különbség. Az entábor az a laza, az az ismerkedős, hogy a szanga, hogy beszélget egymással, nincs külön megszervezett darmabeszéd, de vannak kérdések, válaszok, nincsenek kóaninterjúk, nincs kötelező csend, az étkezés félformális, tehát minden, ami nehéz, meg amitől az elvonulásnak értelme van, azt kivettük. De nagyon jól érezzük magunkat közben. És meg tudod különböztetni az elvonulást úgy, hogy ott csend van, rend van, fegyelem van, minden. És a táborban pedig úgy van csend, hogy nem kell mindig csendben maradni, csak nem beszélünk feleslegesen. De lehet például eszmét cserélni, sztorizni, van tábortűz, van séta, megnézzük a lovacskákat, tehát ilyenek vannak a zentáborban, és az zen elvonulásban pedig nincs ilyen, mert akkor már látod, hogy ez az egész mire jó, és annak a rendnek is lesz értelme. Tamás, Magyarként több, mint egy évtizede külföldön Angliában élünk. Ez azt jelenti, hogy hátat fordítottunk a csoportkarmánknak? Ha Magyarországon születtünk, akkor ott kellene élnünk? A honvágy sosem szűnt meg. Köszönöm válaszod. Tamás, nem fordítottál hátat a csoportkarmádnak, hanem felcserélted. Tehát a magyar csoportból átmentél egy angol száz csoportba, ott ugyanolyan szakállas vagy, mint amilyen itthon lennél. Ha honvágy van, akkor nem cserélted föl teljesen, nem is kell a szállat elvágni. Ha úgy döntöttél, hogy Angliában élsz, akkor abban a csoportban kell hasznosan, világos tudattal, együttérzően, megfelelő minőségekkel működni. Biztos megvolt az az ok, ami miatt ez volt szükséges. Tehát illeszkedjen be az ember, és váljon hasznos tagjává a társadalomnak. Az, hogyha a szállat elvágtad, és már nincs honvágy, az még nem jelenti azt, hogy itthon ne lennél megfelelő honpolgár, amikor hazajössz. Én kétszer elhagytam az otthont, és ebből a szempontból tudom mondani, hogy először 94-ben, amikor Amerikán keresztül Kóreába sikerült menni és szerzetesként ott élni, ez volt az első. És hat év után, és majdnem 7 év után amikor Dél-Koreából hazajöttem, az már az otthonná vált szellemi haza elhagyása volt. És nagyon fontos a váltás, hogy bárhol le tudod ereszteni a gyökereidet, csak tényleg azt kell érezned, hogy neked ott van dolgod, hogy oda tartozol. És akkor ez a hovatartozás, az nem pusztán egy élethelyzet, vagy egy kényszer, vagy felvállalt érdekviszonyok lesznek hanem egy olyasféle érzelmi kötődés, ami alapján te tényleg otthon érzed magad. Ez, mint minden jelenség, teremthető, fenntartható, és hogyha tényleg szívből jön, akkor bárhol otthon érezheted magadat. Ott is, ahol a családi karmád van, és ott is, ahol csak csoportkarmád van, mert a családod nem ott született. Meg Veronika. Ha vége lesz a járványnak, nem lehetne, hogy tarts online darabbeszédeket néha? Veronika, nagy a csábítás. Nagy a csábítás, mert soha még 135-en egyszerre nem voltunk a teremben, de itt vagyunk. Tehát lehetséges, hogy lesz ilyen, de ritkábban. Miért? Mert hogyha online tartanék darna beszédet, túl sokat, akkor ez a hely itt nem becsülné meg azokat, akik ide jönnek. Tehát lesz online darna beszéd szerintem, mert jól működik. De ritkábban. És akkor, amikor tényleg hiányzik, akkor azt gondolt, hogy jó, hát jó lenne elmenni a templomba és csinálni is, amiről itt ilyen kis mozaik kockák segítségével, ugye szó van. Ugyanis akármennyire is szimpatikus, ez a darna beszéd, ez 10% se. Örülök, hogy számodra tetszik és jól működik, és az összes többi résztvevőnk számára is. 10%. Az összes többi az a cselekvés. A közös cselekvés, az egy térben való gyakorlás, mellett, hogy egy időben is vagyunk, ha most megfigyeled, egy időben vagyunk, de nem egy térben. Ez a jelenlét, ez pótolhatatlan. Most kapcsolatban vagyunk, de nincs olyan jelenlét, mint amikor egy térben is vagyunk. Ez pótolhatatlan. Azt mondod, az a fel, hogyha felolvasom a teljes kérdést, látod azt, hogy a személyes jelenlétet ez nem helyettesíti, de megnyugtató és útmutató a tanításod, viszont normális időszakban messze vagytok a személyes jelenléthez. Veronika, amikor újraindulnak a repülőjáratok, és nem néznek rád ilyen szúros szemekkel a reptereken, akkor hidd el, hogy nem vagyunk messze. Tehát ez a globális falu, ami ez a föld, ez olyan, hogy 10 óra alatt bárhova elérsz mondjuk egy átszállással. De akkor is elérsz, úgyhogy téged is várunk szeretettel. Gabriella, az lenne a kérdésem, hogy miért van rám nagyobb hatással a mantra, ha kimondom, és nem magamban sorolom csak. Köszönöm. Hát a kimondott szó azért az találkozik a nagyobb egészszel. Tehát ha kimondod, az nagyon más, mint ha csak gondolod. A családodat is ismerem, Gabi, és emlékszel, amikor kimondtad a boldogító igent. Van a világon olyan szertartás, ahol azt kérik, hogy és most kérem a házasulandó feleket, hogy gondolják el. És amikor elgondolták, akkor tegyék fel a kezüket. És utána megcsókolhatják egymást. Ne, hát általában ki kell mondani. Az úgy találkozik a világgal. Az úgy hat. Az már közelebb van a cselekvéshez, mint a gondolat. Nelly, szia! Hogyan tudom elérni, hogy bizonyos helyzetekben nem mindig ugyanazt a hibát kövessem el. Ha olyan helyzetbe kerülök, ami már valamennyire ismerős, nem jön elő, de ha váratlan a helyzet, akkor újból megjelenik. Neli, lásd meg rögtön egy helyzet mészerkezetét, hogy a felszínen lehet hogy más, de a mélyén, hogyha ugyanazt a hibát elköveted egy új helyzetben, akkor az a helyzet bizony hasonló egy korábbihoz. Tehát a keleti meditációs iskolákban szinte mindegyike használja azt, hogy állítsd meg a tudatot, és nézz, láss. Stop and look, samata vipassana, kanhua son. Tehát ezek most különböző nyelvken ugyanezt jelentették. Állítsd meg a tudatnak az állandó hullámzását, előbb ugye joga gyakorló tett föl kérdést, ez a niróda tehát a joga as chitta vritti niroda. Tehát tessék szíves megállítani valamilyen módszerrel az lélek állandó hullámzását, a karma állandó termelését, amely a tükör megfelelő tevékenységét akadályozza, és amikor a tükör tiszt, akkor belátást nyersz. És amikor megállítod a tudatod, esetedben állítsd meg a test mozgását is, és amikor már látod, hogy hogyan nem követed el újra a hibát, akkor cselekedj. Akkor, és csak is akkor. Mária, kedves Szuni, mi inkább a gyógyír a szorongásra? Leborulás, mantrázás vagy meditáció? Köszönöm válaszod. Mária, a mosoly a legjobb gyógyír a szorongásra. Tehát te gyakorolj, csináld a dolgodat, de találj valakit, akivel kölcsönösen, őszintén, örömben tudtok együtt lenni. Na ez a gyógyír a szorongásra. Enélkül nem fog menni. Gyöngyi, szép jó estét, köszönöm a beszédet és a tanítást. A kérdésem, honnan tudom, érzem, hogy tisztán látok rá valamire, vagy ítéletet alkotok? Gyöngyi, a tisztánlátásból boldogság, szeretet, helyes út keletkezik, az ítéletalkotásból pedig szenvedés keletkezik. Innen tudod. Julianna, kedves szönim, hónapok óta visszatérő helyzet az életemben, hogy konfliktus helyzetekben megnémulok, leblokkolok. Ez leginkább érzelmileg hozzám közel álló emberekkel szemben történik meg, család. Védekező állásba helyezkedem, és a kimondásra váró szavak belső monológá válnak. Mi a helyes ilyen helyzetben, hogy ne alakuljon ki áldozat-tettes, alárendelt viszony? Hálásan köszönöm választ. Julianna nagyon komoly kérdést tette fel. Meg kell kerülni a verbalitást. Tehát ilyenkor az van, hogy egy félelemblokk van, vagy egyéb gát. És az, ami a világba kiáradna, hogy ugye mondok valamit, elmondom, az belül marad. Tessék cselekedni. Megfelelő módon, de cselekedni. És akkor ezt megkerülted, ezt az akadályt, és a helyes cselek, és előbb-utóbb a verbalitást is új mederbe fogja terelni. Magyarul ki fogod mondani azokat a szavakat, amelyeket addig nem tudtál. De mivel cselekedtél és tisztán cselekedtél, ezért lehet, hogy más szavakat és másképp fogsz kimondani, mint azelőtt. Ez nem lesz baj. Ez egyáltalán nem lesz baj. Áldozat tettes alárendelt viszony igen beszéddel is kialakulhat, de leginkább cselekvéssel alakulna ki. Tehát helyesen cselekedj ahhoz, hogy ez ne következhessen be. És itt a segítő cselekvés és a segítség elfogadása, az nagyon fontos. Tehát nem kell elfogadni olyan cselekedetet, amely nem segítő, kitérsz előle. Nem menekülsz, kitérsz. Magadban pedig olyan szabályrendszer működjön, amely pillanatról pillanatra felteszi a kérdést, hogy miben segíthetek, hogyan fordulhatok helyesen a környezetem felé. És ekkor ténylegesen segítő módon léphetsz föl, és el fog múlni ez a gátlás. Patrik, még egy utolsó kérdésem lenne. Milyen irányba fogja vinni az embereket a vírus? Amikor átéltük, lesz-e valami olyan változás, ami építő lehet? Patrik, a vírusnak is teljesen üresség természete van. Nem viszi az embereket sehova, az emberi intézkedések tartanak téged otthon, meg a belátásod és az összes többi. Neked kell eldönteni, hogy mire fogod felhasználni ezt a tapasztalást. És akkor lesz belőle valami, ami neked és másoknak egyaránt hasznos lehet. De a vírus önmagában még azt se tudja, hogy ő vírus. Azt mi tudjuk. Az sincs belekódolva, hogy ettől az emberiség jobb lesz, vagy rosszabb lesz. Megint csak az átélő tudatokon múlik. Tehát a kérdés itt az, hogy milyen tiszta tudattal éled át a járványt. Ha tiszta tudattal éled át a járványt, akkor megfelelő irányba visz téged, és még azokat, akik szintén tiszta tudattal élték át. Ha nem, akkor kialakulnak ilyen vágygócok, dügócok, egyebbek, az emberekben elképesztő mennyiségű téves nézet halmozódik fel. Ez se a vírus volt, te voltál. Tehát nagyon fontos, hogy benned mit hoz létre ez a járvány, és belőled mit töröl ki ez a járvány. Nagyon-nagyon jelentős. Ez dönti el egyéni, páros, családi és csoportos, társadalmi, homo sapiens szintjén, mindig ez dönt. Milyen tiszta tudattal éljük át? Mennyire látjuk jól az ok és okozat működését? A vírus, a járvány, a válság önmagában teljesen üresség természetű, amit tesz, hogy az eddigi mintázatokat lebontja. Önvizsgálatra kényszerít egyén és magasabb szinteken is, hogy ezek a mintázatok, karmák, szokások helyesek mert most nem tudod éppen őket gyakorolni. Tehát, hogy ebből te mit szűrsz le, az teljesen a te tudatminőségeden múlik. Adél, hogy áll a zen az eutanáziához? A segítés vagy ölés? Milyen karma lesz? Nem fér a fejembe a macskát kettévágos skoan sem. Hogy ölhet egy szerzetes? Köszönöm. Kedves Adél, én javaslom, hogy az eutanáziát válasszuk le Namcson zenmesterről és a macskájáról, mert az egy másik mozdulat volt. Tehát mondom mindenkinek, mind a 130 embernek, aki benn van a szobában, Namcsón Zemmester arra lett figyelmes, hogy a nyugati, illetve a keleti terem szerzetesei vitatkoznak egy aprócska kicsi macskán. Megfogta a macskát, és azt mondta, mondjatok egyetlen igaz szót, és megkímélem a macska életét, ha nem megölöm. Zárójel, itt azt jelenti az igaz szó, hogy nyilvánítsátok ki, megvilágosodott tudatotokat, és megkímélem a macska életét, ha nem megalom. Vissza a történetbe, szerzetesek lefagytak teljesen, senki nem mondott semmit, senki nem tett semmit, és nem csak egy idő után megölt a macskát. Ez a macska 1300 éve tanít minket. Hogyan nyilvánítod ki megvilágosodott tudatodat egy ilyen helyzetben? Ez egy koan, amelyet mindenki tapasztalhat és megválaszolhat. Páran a hallgatóságból eljutottatok idáig, és ez nagyon jó. Na most a kérdés első fele, az eutanázia, az pontosan attól függ, hogy az illető ténylegesen az élet végére ért-e. És hogyha nem ért az élet végére, akkor nem helyes. Ha az élet végére ért, akkor helyes részletekbe azért nem megyek bele, mert innentől kezdve kb. fél óra vagy egy óra kellene, ezt rendesen kibontsuk. De az igazi, mélységi kérdés az, hogy véget ért-e az inkarnáció, vagy sem. Ezt kell nagyon világosan megvizsgálni, és az összes többi pedig kultúra, ország, törvény és egyéb függő. Krisztina, Szeretném megkérdezni, hogy nekem el kell-e fogadnom egy agresszív, engem nem tisztelő ember viselkedését? Hogyan lehet ettől az embertől való félememet eloszlatni? Krisztina, annyira félsz ettől az embertől, hogy nem mondod meg, hogy milyen kapcsolatban vagy vele. Nem a neve érdekel, hanem a kapcsolatnak a típusa. A főnököd, az apád, a fiad, a szeretőd, a férjed, ki ez? Mert ettől függ, hogy milyen irányból jön a félelem. És hogy mennyire tudod ezt felülírni úgy, hogy akár kitérsz előle, akár egy tükröt tartasz elé, akár valami más sugázol vissza. De a kérdés túl általános, és már itt egy olyasféle félelmetes távolságtartás van, amely nem produktív. Tessék megnézni, hogy ez a kapcsolat valójában miből áll. Ki ő neked? Milyen szerepben tűnik föl? A szerep és a valós kapcsolat. Azonos vagy különböző? És az, hogy te miért félsz tőle, az ezután következik. Krisztinától kapom a választ, együtt dolgozunk. Látod, még mindig félsz. Az, hogy együtt dolgoztok, megint nem mondja meg, hogy főnök, munkatárs, beosztott. Nem tudjuk. És most lehet, hogy nekem ezt nem is kell tudni. Ezt lehet, hogy neked kell tudni, és amikor eljössz ide elvonulni velünk, akkor majd egy konzultációs interjún ezt szépen kibontjuk. Utolsó kérdés. Évek óta segíted életemet az interneten megosztott beszédeiddel. A kérdezőknek is köszönöm, hálás vagyok nektek, és érzem, ha lüktetünk, akkor minden hasonlóképpen fog lüktetni, mint mi. Újaj, hamarabb elküldtem, mintsem, hogy átolvastam volna. Belepirultam és mosolygok. A lényeg átment. Mindenkinek köszönöm. Hölgyeim és uraim, ezen gyönyörűséges megszólaláshoz képest jobb befejezést nem tudnék választani ehhez a ma esti beszédhez. Nagyon örülök, hogy mindannyian, mind a most már csak 128-an itt voltatok. Szeretném tudatni mindenkivel, hogy két hét múlva újra magyar beszéd lesz, és jövő héten vasárnap pedig angolul fog megszólalni ismét itt a zen ebben a darmateremben. Köszönöm mindenkinek a figyelmet kérlek benneteket, hogy használjátok föl jól azt az időt, amit még ez a kényszerű befelé fordulás és helyhez kötöttség ad, nehogy azt hidd, hogy várhatsz valamire. Nincs mire várni, nincs kire várni. Belül dolgozz. Dolgozzatok. És ez a munka meghozza a gyümölcsét belül is, kívül is. Ezt akkor fogod meglátni, amikor felemelkednek a sorompók, és mindenki rohan. Te meg nyugodtan mész az úton. Köszönöm a figyelmet.